Az Ecsep Alapítvány országos szűrővizsgálatán Székesfehérváron is több száz ember gondolta úgy, hogy érdemes a teszteken meggyőződni arról, egészségünk érdekében, milyen betegségeket előzhetünk meg. Az Ecset szűrő útjának 19. állomásán a cukorbetegség megelőzésére hívták fel a figyelmet. Nagyon reméljük, hogy ez megéri, ez a befektetés. Mi azt gondoljuk, hogy megéri, hiszen ez az alapítványnak a fő tevékenysége. Egyetlen megjegyezni valóm lenne itt, hogy még mindig nagyon sok a időskori, aki eljön ezekre a mérésekre, és sokkal kevesebb a fiatal, és mi tudjuk a statisztikákból, hogy a fiatalokat is egyre inkább érinti a cukorbetegség, és szeretnénk, ha ők is jobban odafigyelnének erre. A szakemberek többek között vércukorszintet, koleszterint, vérnyomást, testzsír százalékot mértek, hogy mindenki megtudhassa, kell-e tartania korunk népbetegségétől. Fontos, mert hát én is, hogy már cukorbeteg is vagyok, meg két agyérgörcsön vagyok túl, hát ezért, hogy elkerülhető, meg kiszűrhető, hogy ki az. Mert én sem tudtam mindig azt, hogy na most, hogy az agyérgörcs is úgy volt, hogy rosszul estem, úgy tudtam meg, hogy két agyérgörcsön volt, hogy kórházba kerültem. Ezért lényeges az, hogy ki lehet szűrni ezt a betegséget. Az országjáró program célja elsősorban az volt, hogy felébressze az egészségtudatosságot, illetve az alapítvány célkitűzéseivel összhangban felhívja a figyelmet a cukorbetegségre, amely a legfrissebb felmérések szerint Magyarországon mintegy másfél millió embert érint.